Üdvözöllek! Biztos veled is előfordul már, hogy internetezés közben a böngészőben a lapok egyre csak szaporodtak és szaporodtak, míg végül eléggé átláthatatlanná vált a helyzet. Illetve hát ugye azt tudni kell, hogy minél több lap van megnyitva egy böngészőben, a böngésző annál több memóriát el fog fogyasztani. Ezért az olyan gépek esetén, amelyek nem rendelkeznek túlságosan sok memóriával, ott az már problémát is okozhat. És a másik probléma, hogy eléggé átláthatatlanná tud válni. Hát ilyenkor persze megtetjük azt, hogy nyomunk egy lapon egy jobb egeret, és akkor jobbra lévő lapok bezárása, vagy a többi lap bezárása. De az is előfordulhat, hogy esetleg nekünk később ezekre a megnyitott lapokra szükségünk lesz valami oknál fogva, de jelenleg problémát is jelentenek. Hát ilyenkor jöhet jól egy olyan bővítmény, amivel megőrizhetjük a megnyitott lapokat, nagyon egyszerűen, ugyanakkor ezek eltűnnek innen, és a memória is felszabadul. Ez a böngésző kiegészítő elérhető Firefoxra, illetve Chrome-ra is. Hát én most a Chrome-ban mutatnám meg, de igazából a használata ugyanaz Firefoxban is. Ennek az a neve, hogy OneTab, itt van rögtön az első találat, ez a Chrome változat. Hozzáadás, ez persze ingyenes, bővítmény hozzáadása, és látható, hogy itt meg is jelent rögtön. És ilyenkor, amikor több böngészőlap is nyitva van, rányomunk erre, akkor látható, hogy itt írja, hogy 4 lap volt megnyitva, amiket ő szépen eltakarított ide. Viszont ettől függetlenül mi itt folytathatjuk a böngészést, megnyithatunk újabb lapokat, de ezek a lapok, ezek itt vannak, viszont a memóriából kitakarításra kerültek, és hát nem akadályozza itt nekünk a böngésző használatát, átlátható marad a böngészőnk. De ha meg szeretnénk ezeket mindet nyitni, akkor itt van a Restore All, erre kattintva az összes megnyílik, szerencsére egy másik böngésző ablak van, tehát ez továbbra is átlátható marad, de itt van egy másik Google Chrome példány. Aztán, hogyha megint rányomunk erre, akkor itt megint eltűnik, ebben is, mint ahogy ebben is eltűnt. Illetve ezeket egyesével meg lehet nyitni, amint látható, kattintok rá, akkor innen eltűnik, viszont itt megnyílik, amint az látható. Ebből a listából ki is törölhetjük, persze itt van egy ilyen X, erre kattintunk, akkor ez innen kitakarításra kerül, és akkor itt már több lap nincsen elmentve. Hát ez igazából ennyi, tulajdonképpen erről túlságosan sokat nem lehet mondani. Ettől függetlenül én ezt hasznosnak gondolom. Ahogy mondtam, viszont ez elérhető Firefoxhoz is, hogyha most rákeresünk, itt a harmadik találat jelen esetben Firefox kiegészítők hozzáadás, ehhez Firefox engedélyezzük, és akkor telepítés. Látható, rögtön meg is jelent, megnyitok itt egy néhány lapot, mondjuk ezeket most elég lesz, és akkor kattintok erre. Ugyanúgy szépen eltüntette itt az összes lapot, viszont itt ebben a listában megmaradt, és mit folytathatjuk a böngésző használatát. De hogyha később szükségünk lenne ezekre a lapokra, akkor itt ezeket elérjük, akár mindet visszaállíthatjuk, amint az látható, itt is egy új böngésző ablakban nyílik meg. Tehát ez ilyen módon működik.